Sziasztok, hellóztok! És itt van velem Zsoltár is. Akkor nem köszönök be, akkor beköszöntek helyettem a nálam híresebbek. Sziasztok. Akiknek van 300 feliratkozó. Van itt nekünk, HKK. 309 gyerekek. Híres ember. Első ezen a néven. Azért elmondom, mert itt beletrollkodtak az emberek, elmondom, hogy hol vagyunk. Az első kártya expo, ugye ott vagyunk, első kártya expo. Körbenézünk, megnézzük, hogy mi van, hogy van, mi van, hogy van. Célom az, hogy jó legyek, társam oldalán. Hogy sok a harc, a küzdelem. Így megismertem a Pokémonok bűszívét megnyitve, hogy a fel. Esetleg van fölösleges 250 ezer, 250 ezer forint, normál, de tényleg. Ez, hogy átnézem ezeket a lapokat, ez egy millió forintos izé, ezekre biztosítás köt, vagy hogy ezek, működik? Ezek drága kártyák. Mondom, be tudunk számítani kisebb háztartási gépeket, autót, ilyeneket. Bármit be lehet számítani a gyerekek. Hát ez ilyen. Van, hogy drága, van, hogy olcsóbb. Ugye mozognak az árak folyamatosan. Ez se volt mindig ennyi. Most éppen a piac így árazza. Szerintünk, aztán, hogyha nem, meg egy év múlva is megmarad, akkor valószínűleg alacsonyabb. És mi volt a legdrágább lap, amit eladtál? A legnagyobb bukó az, ha a HKK, akkor egy 97-es temető. Igen. Ami 8000 forintért ment, mert annyit ért a sima temető. És kiderült, hogy a 97-es temetőből sokkal kevesebb van. Csak így nem láttam az ajánlat dátumot, és utána az a temető az 400 ezer forintért cserél a gazdát, úgyhogy... Tehát te eladtad 8000-ért, és utána az ember eladta 400 ezer. Hát egy kicsit később, igen, tehát eltelt egy pici, de hát ez ilyen, gyerekek. Tehát ez olyan, hogy most eladsz mondjuk egy ritka lapot, mondjuk 5000 forintért, vagy egy folylosat, és utána kirotál, és fog érni 300. Az a One Piece? A fiam pont tegnap kezdte apámmal meg anyámmal nézni az élőszereplősét, aha. Mondták, hogy tök jó lett. 70. Miért 75 ezer ez a One Piece kártya? Azért 75 ezer forint ez a kártya, ez egy grade-elt lap. És 10 pontos. Ez egy 10 pontos CGC grade-elt kártya, és az a fontos, hogy ez nem csak simán 10 pontos, hanem perfect 10-es. Perfect 10 az azt jelenti, hogy a kártyának a centeringje, a felszíne, a sarkai és a felülete, az mind 10 pont hibátlan, tehát konkrétan hibátlan a kártya. Na, de az tök jó. Tehát megnézed, itt van mondjuk ez a másik kártya, ez csak pristine 10-es. És akkor ez csak? Ez is 10 pont, de ez csak pristine 10-es. De ez csak 50 ezer. Mert ennek a centeringje nem tökéletes, ja. Tehát ez kevesebb pontot kapott, és ezért nem ér annyit. Ezek fociskártyák? Igen, ezek fociskártyák. És ez a te gyűjteményed? Igen, meg apukámé. Én kezdtem el gyűjteni még kisebb koromban. Ilyen 8 évesen kezdtem el gyűjteni a kártyákat. Apukámat is bemondtam egy 2 év múlva. És úgy kezdtük el együtt gyűjteni, és ezt már 2 éve gyűjtjük. Ez egy felé aláírt. Ó, és ez a... Felé aláírt. És ez az a kártya, amit például nem adnál el, igen. És ez mennyit ér úgy, hogy lehet tudni ennek az értékét? 300 ezer forint. 300 ezer ez a kártya, de durva. Szia! Itt is összefutunk. Sziasztok! Ide most csak kártyákat hoztatok, ugye? Hát meg a kártyák kiegészítés. Meg mennyi kártyán? Sok kártyán foglalkoztok, ugye? Mert csak a Lorcanán most nincsen nekünk, ami PCG. De amúgy az összes mindent. Pokémon, nézd, Pokémon, Yu-Gi-Oh, Dragon Ball, Flash and Blood, Magic the Gathering, HKK, minden van. Én Magic játékos és judge is vagyok, és ezt is. A Fashion Ball az csak itt van, azt nem játszom. Azt nem játszom. Magicet mióta játszom? Nem olyan sok ideje, egy ilyen két és fél éve. Viszont nagyon megfogott a játék, és ezért most már bíró is vagyok benne. Vagy már mindjárt nem. És mennyire nehéz becsatlakozni? 90-es években volt egy fehér pakli, 94-ben, vagy nem tudom. És ha most újra elkezdik játszani, mennyire nehéz, és mennyire sok pénz, hogy én elkezdenék egy paklit építeni? Vannak ugye ezek az alappaklik, ezekkel ugye már megvan egy alap is, illetve vannak benne szabályok, hogy hogyan kell játszani. 94 óta nagyon sokat változott a játék, viszont a legtöbb lap, amit akkor volt, azt még ma is tudod használni, és csak egy pár lapot kell kicserélned, és tudsz jönni, azóta nagyon sok formátum van. Vannak ezek a
kipróbálható pakli, megveszed és már tudsz vele játszani. Egy teljesen játszható pakli, ez nagyon jó, és akkor idővel fejleszgetheted. És akkor... ez fehér, ugye? Igen, ez fehér-piros, ez kék-zöld, minden színben van. Én a kék-zöldet venném, igazából mondjuk én kéket szeretném. Én nekem ez nagyon tetszik, ez a kis rókás, szerintem nagyon aranyos. És neked milyen? Én nagyon szeretem a kalózokat. Igen? Itt van egy ilyen kalózos paklim, kalóz fekete-kék-piros. Itt van Frodo maga, meg Sauron és Aragorné. Itt van Galadriel is. Tehát akkor én megveszem ezt, akkor tudok egy olyan paklit, ahol már Frodo... Igen, ebben kettő pakli van, ezeket tudod egymás ellen is játszani, illetve vannak versenyek, ahol ezekkel tudsz játszani. Kézműves kártya. Az mit jelent a kézműves? Az, hogy saját magunk készítsük a dizájnt, és mi állítjuk elő a kártyát kézzel, tehát tényleg kézműves. És az aláírás, az a penny aláírás? Nem, az nyomtatott aláírás, de ezek itt az eredeti a játékosok által aláírt lapok. Itt ez végig a Kecskeméti KTE játékosok, válogatott Gazdag Dániel. És akkor te így gyártod a teljesen alapokát? Így van, legyártom, és akkor a szerencsénk van, alá is írják. Hát annyi, hogy nyilván a Jordan, meg itt ez a peli, ez már a nyomtatott. Igen, az szignós, de hát... Bár ne az lenne. Meséljél, te mit csinálsz itt, mert a nézők nem tudják. Most jól laktam éppen ezelőtt. Igen? És milyen vagy te ennek a rendezvénynek? Segédmunkása. Na, és mit akarsz konkrétan? Hát, hogy hoztam neked egy karszalagot, meg egy nyakbakasztót, mert látom, hogy nincs neked. Köszönöm szépen, és akkor ezt most fölveszem, és akkor én most ez miért jó? Te mostantól VIP vagy, és számon vagy tartva. Mostantól VIP vagyok, és ez mit jelent, hogy VIP vagyok? Számon vagy tartva. Ez az ország első ilyen CCG expója. És honnan jött az ötlet, hogy kell egy ilyet csinálni, és ilyen még nem volt, vagy miért nem volt eddig? Igény, ez lett volna már régebben is. Ezért gondolom. Volt egy pár olyan tag, akikkel így összeálltunk, most itt vannak, mint kiállítók, és beszéltük, hogy mivel náluk hagyomány, hogy ő Angliába, Amerikába, Franciaországba szerveznek ilyet folyamatosan, de itt országunkban nincsen. Specifikus kiállítások vannak, ami csak a sportkártyára összpontosít, vagy esetleg hatalomkártyára, vagy egyébre, de olyan, ami így egybeöleli az egészet, és minden megtalálható egy helyszínen, olyan egyáltalán nem volt. És ahogy láttuk a mai napon a létszámot, ez így a látogatókat is érdekelte. Vannak ugye a játszós kártyák, vannak az ilyen gyűjtögetős kártyák, de milyen kártyák jönnek még? Van, ami csak gyűjthető. Ami se nem játszható, se nem sport, non-sport kategóriának aha hívják őket, mint mondjuk a Star Wars kártya. Aha, és itt a Lorcan. És a Lorcan az nemrég jelent meg, elvileg Magyarországon nem lehetett kapni, de hát lehet kapni, sőt laponként is lehet kapni Magyarországon. Tehát ha én akarok, akkor laponként is tudom, de bontatlant is tudok venni? Igen, így van, azok itt vannak a bontatlan termékeink. Külön boosterek vannak, ugye startereink is vannak, és ugye a legnagyobb dolog a box. Igen. Minden benne vannak a boosterek. Én szerettem volna Lorcanával játszani, de úgy döntöttem, megvárom még majd talán idővel reméljük, hogy jobb lesz. Már lehet, hogy rosszabb lesz, mert simán az is lehet, hogy hát, még drágább. Igen. Már bejelentették azt, hogy ugye októberben újra fogják az első szetet nyomtatni, hogy még több termék legyen. Ez most jelent meg ez a játék, ez mi egy-két hónapja, egy hónapja, és már ilyen ár van. Hát egy pár hete inkább. Ja, erről beszélt, hogy ez a non-sport, tehát gyűjthető, de nem játszható. Mennyire van igény a Star Wars-os kártyákra? Nagyon sokan keresik, és abban is ugyanúgy van aláírt, meg számozott, elég komoly lapok tudnak ebben jönni. Most bontottak egy 1/1-es Leila hercegnő. És az körülbelül, hogy hol kell elképzelni, milyen áron mozog az? Hát szerintem ilyen 500-600 dollár. Azt. Azért az úgy... És ez pont itt előttünk. És abból egy darab készült, ugye 1/1-es. És így bontották. Így bontották. Na az van, hogy eljöttünk ide, a bébimmel, és hát ő mennyire volt téged a kártya? Amennyire téged egy smink kiállítás, hogy nem kapott, ami így abszolút nem. A körmös kiállításon feltaláltad magad, de smink kiállításra szerintem... Azon nem. Majd nézzétek meg, van videóm, amikor voltam körmös napon. Szeretem a kártyákat. Engem ez nagyon-nagyon-nagyon volt. És elérkeztünk. Példa, hogy mint egy horrorfesztivál. Na, horrorfesztivál el sem mennék. Már megint. De mindenhol ott van. Normális, meg itt vagyunk. De a beholderes kultot fölveszel, ezt kell látni itt a műsorban. Engem meg ott. Igen, korrekt. Összezavarjuk a nézőket. Szóval a nézőknek mondom, az előbb
most illúziója David van, mert ő nincs a Beholder az Alamornával. Kati viszont illúzió az előbb ott volt az Alamornál, mert a Beholdernél. Ismét akkor veszik egy császárvárost, ugye itt vagyok a TCG Expo-n, de hát ugye a HKK az egyetlen, amit megengedhetek magamnak, meg a babám nem haragszik miatta, ugye hákeket lehetek. Igen, úgyhogy ezek egy császárvárost, és most itt ki is bontom. Ha van benne kód, akkor kapok egy zsákba macskát. Ja, és ja, ki kéne fizetni, ugye? Igen, igen, én már bontom, érted? És azért veszek HKK-t, hogy ismét útrakció részt vegyek, mert mindig részt ezek az útrakcióban, eddig soha nem nyertem. Otthonról szült álmot szeretnék, úgyhogy az én kártyáról szült álmom, az otthonról szült álom. Na megnézzük, akkor kibontom azt. Ha van benne kód, akkor kapok zsába macskát, na nézzük. Nagyon izgulok. Köszönöm szépen, kód nincs, úgyhogy zsába macskán nincsen. Folyíró sincs, úgyhogy nem probléma. És két ritka lapom, mind a kettő Dornodon, az egyetlen szín, amivel nem játszom és utálom, úgyhogy kiváló, van két csere Dornodon lapom, ha valakit érdekel. Érdekességét, hogy most itt 25 vagy 30 évvel később jutott eszembe? Játszogattam és úgy éreztem, hogy erre nagyon nagy szükség van. Tehát játék közben egyre több ilyen kis jelző volt, és akkor, amikor már négy különböző jelzőt kellett egy lapra rakni, és senki se tudta, hogy mi van azon a lapon, akkor azt mondtam, hogy itt az ideje. Remélem, minél többen fogják használgatni is. Én ahogy hiányoltam belőle, tűnt a kockát. Hát lehetett volna kockát rakni, csak az van, hogyha belerakok még négy kockát, ami nekem semmi nem került volna kockával és kereskedek, akkor annyival drágább lett volna, és akinek meg van kockája, ez meg azt mondja, hogy nem volt fel szükségem. De korrekt válasz, így legalább nem kell tippelnem, hogy miért nincs benne kocka. Ezt elmondom, ez nekem nagy fájdalom, Miklós a HKK atya, ugye meg abban megtiszteltetésben részesített engem, hogy kaptam saját lapot, a híres ember lapot. És a múltkor csinált egy paklit, amiben majdnem belerakott, azt a kivett. És nem szerepet. Majdnem benne volt. Majdnem benne voltam. Egyébként benne lett. Nagyon jó a póló. Köszönöm szépen, én csináltam. Az volt a kedvenc részem a filmből, hogy ez a mondat. Na, akkor el is megyünk, ez egy ilyen villámlátogatás volt, mert most megyünk. Azt a videót fogjuk forgatni, amit ti már láttatok, a HCV-t, úgyhogy most elbúcsúzunk ettől a helytől. Tök jó volt, örültem ennek az első TCG Expo-nak, és nekik köszönhető, vagy nekik is köszönhető, hogy ez létrejött. Úgyhogy ez tök jó volt, remélem lesz ilyen minden évben, és akkor jövünk, és nézzük, és szeretjük, és játszunk Magic the Gathering-el, meg HKK-val. Szevasztok! Többé nem akarsz már, senkinek se tetszeni, most vagy csak magadnál, át lehet fedleni. Fáradtál, tedd a megfelelni akarás, csak ma szemem tárom, ma kezem indul a szaladás. Ma szabad ezek nevet kérek, mint egy kisgyerek, hátradőlő, kikapcsolok, érzem, hogy ez így kerek.